Ezek a felvételek idén tavasszal készültek, akkor rendkívül alacsony volt a vízállás a tolnai holtágakon. Az északi holtág vízszintje mintegy 50 cm-rel volt alacsonyabb, mint 2020 tavaszán. A déli holtágon is gond volt, de nem ekkora. Akkor a szakemberek elmondták, hogy a vízpótlás a faddi holtágból az északi holtágba, és déli irányból a Sióból a déli holtágba történhet. Ezek a felvételek pedig június elejeiek. Látható, hogy a víz szintje most ismét átlagos magasságú. A korábbi megkeresésekre, illetve egyeztetésekre, amelyiknél mi jeleztük, hogy május hónap során tervezünk egy vízpótlást a holtágak felé. Egyrészt a Sión magasabb vízállások előállításával, halívások segítése érdekében. Ezt május 3-án meg is indítottuk. A Sión, úgymond a nagy műtárgyunknál, a Sió árvízkapunál egy visszaduzzasztással, érkező vizek visszaduzzasztásával, és a kutyatanyai zsilipnek a nyitásával, amelynek során azt lehet mondani, hogy most június 7-éig tartó vízpótlással üzemvízszint, maximális vízszintjei közeli értékekkel lettek beállítva mind a déli, illetve az északi holtágakon a vízszintek. Így el lehet mondani, majdnem 40-50 cm vízbeeresztés történt mind a két holtág esetében. Mintegy 20 évben nem kellett annyi vizet pótolni a Duna tolnai holtágainál, mint idén. Kedvező volt az időjárás, igen, nem nagyon mutatkozott meg a korai magas hőmérsékletekkel esetleges párolgási veszteségek, illetve azt mondhatni, hogy a Sión is olyan megfelelő vízállás jött. Gondolok arra, hogy a Dunán is volt egy kisebb zöldárszerű árhullám levonulás, ami segítette ezeket a törekvéseket. A Dunai árhullám is olyan szinttel tetőzött az árvízkapunál, ahol a maga nagyműtárgy nyitásra került, és a Duna vízszintjei érvényesültek a Sió csatornán is egy pár napig. Aztán, amikor lement az árhullám, akkor természetesen zártuk, tartottuk a duzzasztott vízszintet, és ezzel sikerült egészen, ahogy említettem, június 7-éig tartani azt a magasabb duzzasztott vízteret, amelyben egyrészt a halívások is kedvezően folytatódtak le a Horgász Szövetség kérésének megfelelően, illetve a holtágak fele is a tolnai önkormányzat kérésére a vízpótlások. Németh István, a Tolnai Horgász Egyesület elnöke azt mondja, az alacsony vízállás miatt a halak a természetes ívóhelyek is veszélyben voltak, ám most ezzel a vízállással lehetővé válik a horgászat, az evezés és az öntözés is. Kedvezőtlen volt azért, mert kérdéses volt, hogy hogyan fogjuk tudni feltölteni egy átlagos vízállásra magát a holtágot, illetve a holtágrendszert, mert az északi és a déli holtágot ilyen szempontból, én úgy gondolom, hogy vízügyi szempontból is egyként kell kezelni, és ez az örömteli hír az az, hogy majdnem fél méter plusz vizet tudunk elkönyvelni a legalacsonyabb vízálláshoz képest, így most tulajdonképpen egy átlagos vízállás áll rendelkezésre, mind a halívás vonatkozásában, mind az evezősök vonatkozásában, tehát gondolok itt a kettelési célú felhasználása, horgászat, illetve az evezős klub tekintetében. Illetve nem utolsó sorban, sőt, talán elsősorban megemlítendő, hogy így most már ezzel a vízállással, aki esetleg öntözni szeretne a holtágból, az ilyen szempontból már könnyebben egy magasabb vízállással megteheti, ami hasonlóképpen kedvező. Tehát minden oldalról egyfajta pozitívum könyvelhető el. Barina József, kajakkenő mesteredző, nem ennyire derülátó. Véleménye szerint az alacsony vízállás gyakran visszatérő probléma a tolnai holtágakon. Minden évben feltöltötték, azért most egy kicsit későn, ebből több bajunk is lesz, arról már mesélek, hanem hát a következőkben egy locsolni fognak a párolgási veszteség. Hát pillanatnyilag örülünk, de ez nagyon hamar el fog veszni. A Bokáig érő víz 150 sportoló edzését érintette kedvezőtlenül. A vízügyi szakemberek azt ígérik, lépéseket tesznek az újabb apadás esetén kialakuló vízhiány pótlására.